9%-kal emelkedtek a bátaszéki köztemető kiadásai 2018-ban az azt megelőző évhez képest. Ez többek között a 2017-ről áthúzódó mintegy 370 ezer forintnyi hulladékszállítási díjnak, és annak köszönhető, hogy többet kellett költeni gyomírtóra és karbantartási anyagokra is. A kiadásokat, a bátaszéki temető működéséhez szükséges forrásokat a temetői sírhelyek megváltásából befolyt összeg azonban nem fedezte. Úgy gondolom, hogy Bátaszékváros köztemetője független attól, hogy nem egy épített temető, nagyon rendezett, gondozott állapotban van, a szolgáltató nagyon odafigyel erre. A ravatalozó épületét 2018-ban egy kicsit sikerült felújítani, tehát azt állapítottuk meg, hogy 2018-ban a temető működtetése az szerződés szerint és mindenki megelégedésére történt. A pénzügyi elszámolásokat is megtettük, bevételek és kiadásokat összesítettük. Ebből adódóan sajnos a bevételek nem fedezték 2018-ban a kiadási költségeket, ezért a városnak mintegy 510 ezer forintnyi forrás kell biztosítani a szolgáltatónak annak érdekében, hogy a kegyeleti jogszabályok szerint úgymond nullszaldós legyen egy temető üzemeltetéséhez kapcsolódó bevétel és kiadásnak az egyenlege. Döntöttek továbbá arról is, hogy idén folytatják a temető korszerűsítését. Meghatároztuk, hogy 2019-ben mit szeretnénk a temetőben tenni. Egyrészt az általános üzemeltetési feladatokról döntöttünk és a hozzárendelt költségekről. Másrészt szeretnénk szépíteni a temetőt. Folytatni fogjuk az északi oldalon a temető belső útjának megépítését. Néhány padot fogunk elhelyezni. A növényesítéssel is foglalkozunk 2019-ben. Illetve nem ezen beszámoló keretében, de elvi döntés már született arról, hogy egy új kolombárium megépítése is megtörténik 2019-ben. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat ebben az önkormányzati ciklusban kiemelten kezelte a városi köztemető működtetését. A testületi ülésen a képviselők döntöttek a 12 ezer forint összegű téli rezsicsökkentés kifizetésével kapcsolatban is. A napokban minden érintett levélben kapott tájékoztatást, például arról, hogy a vásárlási utalvány formájában érkező összeget meghatározott helyeken lehet majd beváltani a megadott feltételek figyelembevételével. Az utalványt csak tüzelőanyagra lehet beváltani, így például fuvarköltségre nem. Meghozta a Bátaszékváros önkormányzat képviselőtestülete azt a helyi szabályt, ami a kormány által meghatározott téli rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozik. Gyakorlatilag elfogadtuk a rendeletet és meghatároztuk azokat a technikai feltételeket, hogy hogyan tud hozzájutni az a mintegy 180 állampolgár, aki tavaly október 15-éig jelezte az önkormányzat felé, hogy igényt tartana erre a 12 ezer forintnyi támogatásra. Kiválasztottuk azokat a vállalkozásokat, ahol beszerezhető lesz majd a szén, tűzifa, PV-gázpalack, illetve a brikett. Maga a rendelet február 1-ével lép hatályba, ezt követően értesítést kapnak az érintettek, akik, mint ahogy említettem, tavaly október 15-éig jelentkeztek, hogy hogyan, milyen formában vehetik át az utalványokat, illetve milyen formában jutatnak hozzá a téli tüzelőhöz. Maga az elszámolás rendje alapján legkésőbb 2019. december 15-éig kell felhasználni ezeket az utalványokat. Én kérem az érintetteket, hogy lehetőség szerint minél hamarabb éljenek ezzel a lehetőséggel, és használják ki a támogatásból adódó lehetőséget. A testületi ülésen szóba került egy székelyház létrehozása is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral egyeztetve, a Bátaszéken élő székelyek olyan közösségi házat szeretnének létrehozni, ahol nem csak gyűléseiket, hanem egyesületük táncpróbáit, kóruspróbáit tarthatják majd. A testületi ülésen az is elhangzott, hogy a II. Géza gimnázium korszerűsítése hamarosan megkezdődhet. Felszállt a fehér füst, ha szabad így fogalmazni, hiszen 2016-ban nyújtottuk be a pályázatot, és azóta próbáltuk ezt a top pályázatot megfelelő módon menedzselni. Hát ez volt a legkisebb pályázatunk. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt már el is felejtjük 2019-re. Nem így alakultak. Viszont most már minden technikai akadály elhárult, hogy a képviselőtestület kiválassza a kivitelezőt, aki mintegy 27 kilovattnyi naperőművet fog felhelyezni a II. Géza gimnázium épületére. Az épület üzemeltetése ugye már nem a város feladata, hiszen a tankerület látja el ezt a feladatot, de úgy ítéltük meg, hogy a mindennapi költségek csökkentése érdekében próbálunk ebben is segítséget nyújtani. A felszerelés követően rövid időn belül a villamosenergia költség lenullázódhat II. Géza gimnázium intézményben. Vagyis 2019-ben egy sor fejlesztés valósulhat meg Bátaszéken, így ismét egy mozgalmas, újító év elé nézünk.